Zsolt a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője, a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen, Bízom, meghívást. Én Király István Dániel vagyok. A következő percekben a kötvénypiacról, az államadósságról lesz szó. Június 3-ától jegyezhető ugyanis a Magyar Állampapír Plusz, a korábban nemzeti kötvényként emlegetett papír. Tényleg illik rá a szuperállampapír jelző? Móricz Dániel? Van egy olyan tulajdonság, ami alapján mindenképpen jobb, mint a korábbi állampapírok. Tulajdonképpen kettő is. Adómentes lesz ez az állampapír a magánszemélyek részére, és ők vásárolhatják, és emellett lényegében lesz egy kiszállási opció a befektetési befektetők részére, hogy ők fél évente az első év során, illetve onnantól kezdve évente ki tudnak szállni 100%-os nettó árfolyamnak megfelelő árfolyamon, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy ingyen opciót kapnak a befektetők a kiszállásra. Kuti Zsolt? Én is azt gondolom, hogy ezek az egyik legfontosabb tulajdonság, talán még a hozamszint, amit kiemelnék. Lényegében úgy lett a konstrukció összerakva, hogy a hozamgörbe gyakorlatilag minden egyes szegmensében, tehát 1-5 évig jobb, mint az eddigi állam által kínált lakossági állampapírok. Ez mindenképpen előny. A másik, amit még kiemelik, talán az elérhetőség és az egyszerűsége. Tehát az, hogy széles körben elérhető, most látjuk azt, hogy a kincstár mobil előadási pontokat indított, látjuk azt, hogy a posta aktív lesz ebben a folyamatban, korábbi hálózatok aktívak lesznek, tehát a lakosság egy jóval szélesebb köre fogja elérni, azt gondoljuk, hogy ez is egy nagy előny a konstrukciónak. És mivel több, mint a többi vagy más állampapír? Lehet azt mondani, hogy több, vagy csak mondjuk így más? Móricz Dániel? Szerintem egy kicsit több. Hozam tekintetében nem biztos, hogy sokkal jobb, mint az eddig meglévő lakossági állampapírok. A szabályozás úgy változik, hogy az adómentesség miatt az innentől kezdve indított lakossági állampapírok mindig adómentesek lesznek, tehát ez már egy plusz, de ez a kiszállási opció ez egy nagyon értékes tulajdonság. Tehát ez az, amivel szerintem igazából több, mint a korábbi lakossági állampapír. Kuti Zsolt? Én is azt gondolom, most ugye hozamról persze nyilván mind a ketten ugyanarra gondolunk, hogy az infláció hol lesz más papírok esetében, és hogyan határozza meg a hozam szintjét. Azért azt gondoljuk, hogy egy stabil magyar inflációnál ez a papír ez úgy van megkonstruálva, hogy gyakorlatilag jobbat tudjon adni, mint a korábbiak. Úgyhogy azt gondolom, hogy jobb, egyértelműen jobb. Mert hogy az inflációt nem követi a kamatszint. Ez egy fix kamatozású papír, ami úgy végülis az egyszerűségéből fakadóan gyakorlatilag előre tudja, kiszámíthatóan a befektető, hogy mennyit fog kapni évről évre. Kamatos kamatozású a papír, tehát ilyen értelemben nem kell neki adminisztratív dolgokat, adminisztratív lépéseket tenni, hogy befektesse a meglévő eszközöket. Automatikusan tőkésítésre kerül ez a kamat. Ez is egy nagy előny az eddigi konstrukciókkal szemben. És igen, tehát ilyen értelemben nem infláció követő. Móricz Dániel, az előbb önbefojtottam a szót. Igazából ugye ennek a papírnak, hogyha befektetők lejáratig tartják, akkor közel 5%-os éves hozama lesz, ami nagyságrendileg nem, várhatóan nem fog különbözni, persze nem tudjuk előre az inflációt attól, amit a jelenlegi tudásunk alapján az inflációs papírok kínálnak. Nyilván, ha az infláció magasabb lesz annál, akkor az utóbbiak jobbnak bizonyulnak, ha kisebb, akkor ez egy vonzóbb dolog. A kiszállási opció szerintem az, ami igazán megkülönbözteti azoktól. A nyilvános ajánlattétel, illetve az ismertető szerint teljesen likvid a papír? Mit lehet mondani erről? Móricz Dániel? Bár ez nagyon sokszor elhangzott, hogy ez egy igazán likvid és teljesen likvid papír lesz, valójában a nyilvános ajánlattétel alapján biztosan csak annyit tudunk, hogy a kamat teljesítés, nem is kamat fizetés, tudnélik itt lényegében nem, a futamidő alatt a kamatot nem kifizetni fogja a papír, hanem megnöveli a befektetőknek a meglévő papír mennyiségét, és így fog. Ezáltal lesz kamatos-kamatos konstrukció ez az állampapír. Tehát lényegében a kamat teljesítés napját követő 5 napon lesz lehetőség a befektetőnek arra, hogy veszteség nélkül 100%-os nettó árfolyamon eladják a papírt. Ez a jogi megközelítése ennek a kérdésnek. Ettől még lehet, hogy a gyakorlatban ez likvid papír lesz. Nyilván az attól függ, hogy milyen másodpiaca alakul ki ennek a papírnak. A forgalmazók, az eddig az ilyen papírokat még nem tulajdonló, nem birtokló befektetők részéről lesz igény, hogy ne új papírt, hanem a meglévő papírok közül vásároljanak.
Kuti Zsolt. Azért még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy igen, a magában az ajánlattételben ez a kiszállási pont ez rögzítve van, de a másik oldalon még egy fontos változás volt az eddigi papírokhoz képest, hogy összesen 0,25%-os költség mellett bármikor ki lehet szállni, és ez töredéke annak a korábbi költségnek, az egyéb lakossági állampapírok esetében megvolt. És ez egy nagy változás. És azt látjuk azért, igen, ez változhat időben attól függően, hogy hogyan változnak a kondíciós feltétele az államnál, a kincstárnál, ez a kincstárnál vezetett számlákra vonatkozik, de azért az fontos megemlíteni, hogy általában az elmúlt, amióta ez az új lakossági állampapír stratégia van, 2012 óta, gyakorlatilag ezek a kondíciók mind javultak, tehát a lakosság irányába mozdultak el, alacsonyabbak lettek ezek a visszaváltási költségek, így értelemben nem is várok ebben romlást, akár hosszú távon sem, és ez egy nagyon kedvező konstrukció, gyakorlatilag bármikor valaki be tud menni a kincstárhoz, 0,25%-ért aladja. Miért fontos ez? Mert ugye nagyon sokan, akik eddig mondjuk egy lakás pénzét ott tartották otthon készpénzben. Ha 3 hétnél hosszabb ideig otthon kell tartani ezt a pénzt, már nagyjából megéri bemenni, kincstárba befektetni, és gyakorlatilag onnantól kezdve ő már plusz kamatot realizál azon az elég tetemes összegen, mondjuk, amit egy lakásvásárlásnál megvetett. És mivel most már gyakorlatilag kincstárból való ki- és beutalás is ingyenes, az a tranzakciós költség sem terheli a befektetőt. Móricz Dániel. Az egy érdekes dolog ebben a konstrukcióban, nyilván a puding próbálja az evés, tehát ha a futamidő alatt a következő 5 évben előfordul olyan helyzet, hogy ennek a papírnak az adott pillanatban már nem vonzó a kamatozása, akkor ebből a kiszállási opcióból fakadóan ugye egyszerre nagyon nagy mennyiségben kívánhatják a befektetők ezt eladni és visszaváltani. Ez ilyen szempontból egy kicsit nehezíti az államadósság kezelés stratégiáját, vagy problémát okozhat olyan szempontból, hogy koncentráltan viszonylag gyorsan kerülhetnek olyan helyzetben, hogy nagy mennyiségben kell nekik visszavásárolni a papírokat. Nyilván nagyon magas ennek a papírnak a kamatszintje ahhoz, ami egyébként jelenleg az intézmények által is vásárolható papírok kamatszintje, tehát nem azt mondom, hogy ez egy olyan probléma, amivel a közeljövőben találkozhatunk, de szerintem vannak olyan befektetők, akik tartanak tőle, hogyha egyébként Magyarországon emelkedik tovább az infláció, akkor előbb-utóbb az intézményi kamatszint is olyan magasságba kerülhet, hogy nem biztos, hogy ez már ennyire vonzó állampapír legyen, és ez ebben a helyzetben lesz különösen jelentősége ennek a kiszállásnak. És az első napok hírei szerint igencsak nagy a kereslet ezután a papír után. Mire számít, illetve mire számítanak? A most elérhető állampapírok jelentős részét ez leváltja? Például ott van az 1 éves állampapír, ami mostanáig igencsak népszerű volt. Móricz Dániel? Lényegében azt gondolom, hogy igen. Ez a papír szinte dominálja az 1 éves állampapírt. Itt még volt egy ilyen érdekes kérdés, hogy ha jól tudom, a budapesti értéktőzsdén határidős ügyletek fedezeteként el lehetett fogadni eddig az 1 éves állampapírt. Nem tudom pontosan, hogy a MÁ plusznak mi lesz pontosan a státusza ebben a tekintetben, de dominálja azt a papírt, tehát szinte minden tulajdonságban jobb, mint az. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem indokolatlan a nagy kereslet, annál is inkább, mert az elmúlt 2 hónapban, amióta hírek vannak azzal kapcsolatban, hogy jön egy ilyen állampapír, azóta szerintem sokan késleltették, vagy visszatartották a vásárlást. Tehát most itt az elmúlt 1-2 hónapnak az elhalasztott kereslete is az állampapírpiacon megjelenik ezen papír iránt. Kuti Zsolt? Én is azt gondolom, hogy alapvetően racionális ebbe a papírba elmozdulni. Ami érdekes azért, hogy itt egy dolog, hogy a meglévő portfóliót átsúlyozzák, a másik dolog, hogy a megtakarításokban mekkora részt, az addicionálisan újonnan megteremtett megtakarításokból mekkora részt fog ez képviselni. És azt látjuk, egyrészt az első hírek jók voltak, másik oldalról alapvetően a lakosság, ugye láttuk azt, hogy 16 után volt egy csökkenő aránya a lakossági állampapíroknak a teljes megtakarításokon belül. Most én azt várom azért, hogy ez a dolog megfordul. Tehát összességében a teljes lakossági állampapír állomány a csúcs évben kb. 50%-át vitte a teljes megtakarítás. 15-16 tájékán. Ez tavaly már egy olyan 2018-ra 25% környékére csökkent, és én azt gondolom, hogy ez a konstrukció az megfelelő ahhoz, hogy ez az arány érdemben újra elkezdjen emelkedni, és mind nominálisan, mind pedig részarányban egy jelentős részt képviseljen. És honnan jöhetnek ezek a pénzek? Látra szóló bankbetét? Otthon tartott pénz? Mert ugye az elmúlt hónapokban arról is nagyon sokat lehetett olvasni, hallani, hogy rettenetes mennyiségű pénzt tartanak otthon az emberek, a fiókban, a párnahúzatban, akárhol.
Hát nagyon érdekes megnézni a lakossági megtakarítások dinamikáját. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy 2012 óta akkor köbön a nettó pénzügyi vagyona, vagy nettó pénzügyi eszközeinek 800 milliárdan nőtt 12-ben, most tavaly már majdnem 3000 milliárdra. Tehát az a torta, amelyik szétoszthatnak különböző eszközök között, nagyon markánsan nőtt. Másik oldal a tavalyi év ilyen szempontból nagyon érdekes volt, hogy ahogy mondtam, körülbelül 25%-ot képviselt, tehát 800 milliárd forintot a teljes az állampapír kibocsátás, lakosság állampapír, készpénz majdnem ugyanennyi volt, még nagyobb volt a látra szóló betétek aránya, emlékeim szerint 1000 milliárd forint, és még egyéb eszközökbe elment a maradék összeg. És én azt gondolom, hogy ez a két tétel azért ez egy nagyon jó alapot, tehát hogyha az új befektetéseket nem is átrendezik a vagyont, hanem az új befektetéseket másképpen allokálják, azért ott látunk egy nagyon masszív készpénz növekedést tavaly, ez Q1-ben, tehát az év első felében már nem látszott, tavaly még volt valamekkora. És a látraszóló betétek, és őszintén nem racionális látraszóló betétekbe tenni, hogyha gyakorlatilag ilyen konstrukció mellett a lakosság egy jobb papírt kaphat. Azt gondolom, ez a kettő ez jó forrás lehet. Móricz Dániel? Ez egy érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy vannak kamatérzékeny megtakarítók a lakosság köreiben, és vannak nem kamatérzékeny megtakarítók. Aki kamatérzékeny, szerintem annak egyébként már nem volt rossz az eddig meglévő állampapíroknak se a kamatozása. Valamennyire nyilván látszott azt a tavalyi év adatai alapján látszott, hogy egy kicsit emelni kell a kamatozó kincstárjegy, vagy régi néven kamatozó kincstárjegy most egy éves állampapír hozamszintjét, hiszen nem volt tényleg olyan nagy kereslet, mint korábban. Ugyanakkor nagyon sok pénz van készpénzben, nagyon sok pénz van látraszóló betétben. Ugye Magyarországon azt hiszem, ha jól emlékszem, a GDP 14%-át teszi ki a készpénz, a forgalomban levő készpénz mennyisége, ez az EU átlagában ilyen 10% környékén van, tehát nagyobb a készpénztartás Magyarországon. Ennek alapvetően szerintem nem feltétlenül lehet ezt egyébként nagyon erőteljesen megváltoztatni egy magasabb kamatozású állampapír kínálattal. Tudnélik, ennek több egyéb oka is lehet. Egyrészt van egy tranzakciós készpénzigény, másrészt ugye a tranzakciós illeték, a nagyon magas áfa kulcs, és egyébként azon szektoroknak a növekvő szerepe a gazdaságban, amelyeknél mondjuk a készpénzforgalom az átlagosnál nagyobb, építőipar például, ezeknek a súlya most éppen olyan, meg úgy alakul, hogy valójában nagyon sokan nem motiváltak arra, hogy a készpénzüket visszavigyék valami intézményesített megtakarítási formába. De ahogy Zsolt is mondta, az látványos, hogy milyen sok pénz van látraszóló betétben nulla kamat mellett, miközben már tavaly is elérhetőek voltak 2-2,5%-os hozamú egyéves állampapírok, illetve az inflációs kötvények, amelyeket lehetett az elmúlt egy-két évben venni, azoknak a hozama, nyilván ez egy akkor még nem jól ismert előretekintő hozam volt, lényegében eléri ezt a szintet, mint amit most ez a MÁ+ kínál. Azért még lehet két aspektusra talán érdemes kiegészíteni. Egyik az, hogy a lakosság általában visszatekintő a befektetési döntésnek, tehát a hozamok tekintetében. És azt látjuk, hogy azért nagyon hosszú ideig ugye az infláció nagyon nyomott volt, sőt volt egy-két év, ami gyakorlatilag nulla volt Magyarországon. Ekkor a lakosság effektíve reál értéken sem vesztett a pénzéből, hogyha készpénzbe tartotta. Azért most már tavaly évben egy emelkedő infláció volt, most ez a 3% környéki infláció, azért azt jelenti, hogy reál értéken a lakosság potenciálisan veszít. Tehát összességében azért ez a percepció, ez látszik szerintem a szereplőkben, hogy változik. A másik az elérhetőség kérdése. Tehát elemzéseinkből, ilyen háztartási felmérésekből az látszik, hogy az állampapír kereslet eddig nagyon Budapest orientált, vagy a központi régió orientált volt. Azért, mert könnyebben beszerezhette az aki ezt akart venni, vagy aki be akart fektetni, egyszerűen... Azt gondolom, igen. Egyrészt nyilván a megtakarítások itt jóval nagyobb arányba képződnek arányaiban, ez az ország gazdasági szerkezetéből adódik, meg a jövedelmi helyzetéből, de még ehhez képest is messze fölül volt reprezentálva az állampapírpiac. Egyik oldal azt gondoljuk, hogy nagyon magas, vagy nagyobbak voltak a beszállási költségek. Voltak elemzéseinkön, azt mondhatják, hogy körülbelül a lakossági szereplőknél egy olyan jó 1 millió forintos határ volt az, ahol elkezdtek egyáltalán lakossági állampapírpiacra beszállni, és innentől kezdve viszont elég exponenciálisan nőtt a portfólióban a lakossági állampapírok aránya. Miért lehetett ez az 1 millió forintos beszállási? Hát és sok tényező, pénzügyi tudatosság kérdése szerintem, egyrészt több pénze van valakinek jobban fia. Másik oldal a tranzakciós költség. Tehát nyilván, ami még átutalási költsége volt, az ez számít. Harmadik, hogy nyilván, amikor egy kisebb összegen kell, van kisebb kamatkülönbözet, nem akkora tétel, mint egy nagyobb összegen. De a másik az általában az elérhetőség. Tehát az, hogy azért a korábban a postákon elektronikusan nem volt elérhető. Most ebben a posta úgy tudjuk, hogy érdemben előre fog
lépni. A másik oldalról azért a kis falvakban, vagy akár kisebb településeken jóval többet kellett utazni, hogy kincstárfiókba elmenjenek, a banki lefedettség kisebb volt, ügynökhálózatok nem érték el ezeket a településeket. Tehát nagyon tisztán látszik, hogy az ország ilyen szempontból nagyon koncentrált a lakosság állapot. Én azt gondolom, hogy ez lehet még egy olyan típusú, és az is látszik, hogy a készpénzelosztás, készpénzvagyon eloszlása viszont sokkal egyenlőbb az országban, messze nem olyan, mint a jövedelmi helyzetnek koncentráltsága. Tehát ilyen értelemben az a készpénzállomány az potenciálisan bekerülhet. Igen, amit Dani is mondta, hogy vannak olyan szektorok, most akár néven nevezik, ez a fekete gazdaság szempontjából ezek a pénzek ott vannak a gazdaságban, de azért volt egy fehéredés, ahol ezek a tényezők azért már kevésbé hatnak. A tranzakciós igény, mi körülbelül a teljes készpénzállománynak olyan 20%-ára becsüljük, tehát a többi az a 80% az vagyontartási céllal van. Nyilván ennek egy jelentős részét azt gondoljuk, ez a konstrukció, vagy pontosan ennek egy jelentős részét általában be lehet terelni, ez is más konstrukciókkal lehet ebben lépéseket tenni. Móricz Dániel, mit keresnek inkább a befektetők? Likvid papírokat vagy magas kamatot? Mi motiválja elsősorban a befektetőket? Mi nem csak az állampapírokkal kapcsolatban, de a tapasztalatból azt látom, hogy ha hosszabb, jó időszakon vagyunk túl, tehát mondjuk egy részvénypiaci tartós emelkedés van, akkor a befektetők a kockázatokról megfeledkeznek, és akkor csak a hozam érdekli őket. Amikor megtapasztalják azt, hogy egyébként veszíteni is lehet pénzt, akkor sokkal jobban felértékelődik a biztonság, és akkor a hozam nem annyira fontos. Mely megtakarítási formákat szoríthatja ki az állampapír vagy az új állampapír? A bankbetéteket egyértelműen? Kuti Zsolt? Hát ezt a kiszorítást volt, ezt így nagyon, olyan szempontból nem nagyon szeretem, hogy van egy 3000 milliárdos torta, ami tavaly megképződött, és azt várjuk, hogy azért a megtakarítás szint az stabilan fennmarad az országban. Tehát azt gondolom, hogy arányaiból az új megtakarításokból, igen, a bankbetétek, tehát a látra szóló betéteket nyilván ilyen értelemben kevésbé lesznek versenyképesek. Én remélem, hogy a készpénz is ugyanebben az irányban mozdul el, tehát gyakorlatilag, amit mondtam, érdemes már rövidebb futamidőre is ezeket, vagy rövidebb időre is ezekbe a papírok felé elmozdulni. Ez a kettő olyan terület, azt gondolom, ahonnan leginkább átalakulhat a lakossági portfólió. Móricz Dániel, mondjuk a részvénypiacra milyen hatással lehet ennek? Valószínűleg a részvénypiacra kevés. Mi azért látjuk azt, hogy vannak ennek a vonzó lakossági állampapír kínálatnak olyan mellékhatásai is, hogy lényegében kanibalizálja egy kicsit az állam olcsó forrásszerzési lehetőségeit. Tehát olyan típusú intézményi megtakarítási formákból, amelyek inkább az alacsony kockázatúak, tehát pénzpiaci alapok, rövid kötvény alapok, ingatlan alapok, abból azért csoportosítanak át a megtakarítók összegeket közvetlen lakossági állampapírvásárlásra. Mégis valamennyire a bankbetét is ehhez tartozik, ugye jelenleg Magyarországon azért a bankok többsége kevesebb hitelt nyújtott, mint amennyi bankbetétje van. Úgyhogy így lényegében az így begyűjtött betétek egy részéből ők nem hiteleznek, hanem alapvetően megveszik az intézmények által megvásárolható állampapírokat, amelyeknek úgy durván 3% ponttal rosszabb hozama van, mint ezeknek a lakossági állampapíroknak. Hogyha a bankbetétből áramlik át pénz közvetlenül a lakossági állampapírba, akkor ilyen szempontból lényegében a végső megtakarító személye ugyanaz marad, de az állam átcserélte az olcsó forrásait egy jóval drágább forrásra, kicsit eltérő kamat szerkezetben, lejárati szerkezetben, és talán a befektetők viselkedése is egy picit változ. Más lesz, hogyha közvetlenül tartják az állampapírokat, mint hogyha egyébként bankbetétben tartanák a pénzüket, és a bankok vásárolnának állampapírokat, de azért ez drágítja a finanszírozást. Tehát nyilván előnye lehet ennek a lakossági stratégiának az, hogy az egyébként parlagon heverő pénzeket be lehet csoportosítani és vonzani az állam adósság finanszírozására. A hátránya az, hogy igazából az állam lecseréli az olcsó forrásainak egy részét egy drágább forrásra. Kuti Zsolt? Itt azért szerintem érdekes azt látni, hogy valóban mekkora lesz ez a lecserélés. Mi azt láttuk, igen, hogy a bankoknál érdemű volt a banki állampapír állománynak a felfutása, de az a bankokról egyre többet hallottuk azt, hogy ők azért saját limitjeikbe beleakadtak bele. Effektíve nem azért nem vásároltak, mert nem lett volna több forrásuk, ez lehet látni akár egyéb eszközökben, ahogy kicsapódott a likviditásuk, hanem azért, mert gyakorlatilag akár a belső kockázatkezelési politikájuk már nem engedélyezett többet. Nyilván azt láttuk, hogy azért ez egy időben rugalmasan változott
bevétel, de ha megnézzük, már tavalyhoz képest a banki állampapír állomány már nem nőtt újra. Tehát összességében, amikor megtörténik ez a csere, akkor nekem az nem evidens még, hogy biztosan a bank a saját wholesale papírjait építi le, vagy pedig a lakosság, vagy pedig egyéb eszközeit fogja átolni állampapírba. De az igaz, hogy első blikre egy ilyen statikus elemzés tekintetében ezek a lakosság állampapírok drágábbak. De azért van egy csomó olyan tényező, ami azt gondolom, hogy fontos még mérlegelni. Egyrészt azt, hogyha egyszer itt a kamatkifizetések egyéb dolgok, azok fogyasztásba alakulnak át, annak jóval nagyobb a költségvetési hatása, tehát több megy vissza a költségvetésbe. Ez már összességében csökkenti ezeket a költségeket. Akkor a másik ilyen tényező az, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a összességében ezek a papírok a megtakarítási hányadra az országban hogyan hatnak. Tehát van egy ilyen pozitív externália a folyamatban, hogy azzal, hogy van egy ilyen papír, a lakosság jóval pénzügyek tudatosabb lesz. Látja azt, hogy a megtakarítási ráta az, vagy megtakarítások fontosak, és ez azért fontos szerintem az összgazdaság szempontjából, mert itt vagyunk egy olyan gazdasági helyzetben, ahol a bérek masszívan nőnek, az állampapír, vagy a háztartások fogyasztása azért elég dinamikus. Látjuk azt, hogy általában egy felzárkozó pályán az ország, és azt látjuk, hogy általában ilyen folyamatokban a megtakarítási ráták be szoktak esni. A kérdés azonban az, és ez nemzetközileg nagyon szól, hogy hova is esik be. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon fontos egy-egy ilyen termék, vagy akár ilyen koncepció az állam szempontjából, hogy a megtakarítási pálya ez egy stabil, magas szinten tudjon maradni, mert azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság szempontjából kulcskérdés. És még talán egy utolsó tényező, hogy általában sérülékenység szempontjából is. Mert nap végén azt fog történni, hogy nem feltétlenül a banki wholesale papírok állománya fog lecsökkenni, hanem azt látjuk, hogy a deviza kötvény állományunk fog masszívan leépülni a következő időszakban, és ez összességében egy stabilabb finanszírozási szerkezetet jelent, egy alacsonyabb deviza arányjal, egy alacsonyabb külföldi arányjal, amit általában a piac és a hitelminősítők is mértékelnek. Csak egy utolsó szám, azt számogattuk ki, hogy körülbelül 1000 vagy 100 milliárd forintnyi állománycsökkenés, tehát wholesale papírra kevesebbet kell kibocsátani az AKK-nak, az körülbelül 10 bázispontot jelent neki költségben. Tehát hogyha ebben számunk, ugye 1000-1200 milliárd kibocsátást kell évente lakossági állampapírból, hogy megduplázzuk ezt a költséget. Hogyha ezt is figyelembe vesszük, hogy ennyivel kevesebb terhelődik a nagybani piacra, az összességében már elég masszív megtakarítás a másik lábán az állam finanszírozásában. Én csak ezzel azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy mindig csak ez a nagyon egyszerű statikus szemlélet, hogy mekkora különbség van a kamatok között, kétségtelen abban nagy, de azért ez sok tényező árnyalja, még ezt akartam hangsúlyozni. Moritz Dániel? Igen, szerintem vannak előnyei és meg hátránya is egy nagyobb arányban belföldi megtakarításokból és lakossági állampapírokkal finanszírozott adósságnak. Ugye igaza van Zsoltnak, hogy önmagában az, hogy most egyébként körülbelül a GDP 0,5%-ával többet költ az állam a lakossági állampapírok miatt kamatkiadásra, ez 200 milliárd forint, ezt nem lehet önmagában vizsgálni, mellé kell tenni, hogy valószínűleg emiatt tud alacsonyabb lenni az intézményi papíroknak a kamatszintje. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy szerintem itt van több dolog, ami látszólag összefügg, de egyébként lehet, hogy egymástól függetlenül is működhetne. Az egyik dolog az az, hogy valószínűleg végbe ment volna a devizaadósság arányának a csökkenése, és folytatódna ez akkor is, hogyha nem lennének lakossági állampapírok, vagy sokkal kevésbé lenne elterjedt a lakossági állampapír. Ez egy miért? Tulajdonképpen ez milyen alapvetően abból származik, hogy Magyarország 2012 óta lényegében nagyon komoly nettó megtakarítói pozícióban van. Tehát alapvetően a belső szektorok, az állam, a lakosság és a vállalatok együtt magasabb jövedelmet termelnek, mint amennyit ők elfogyasztanak, beruháznak, és ez a megtakarítás lényegében ez arra használódik föl, hogy visszafizetik az adósságaikat a piaci szereplők, tehát az állam, a lakosság és a vállalatok. Ez azt jelenti, hogy értelemszerűen ebből fakadóan a külföldiek aránya az állam finanszírozásában csökken, és a belföldiek aránya növekszik. Tehát én azt gondolom, hogy akkor is valószínűleg láttuk volna ugyanezt a külföldi aránycsökkenést, amit láttunk az elmúlt néhány évben, valamint ezzel párhuzamosan, bár nem teljesen ugyanezt jelenti a devizaadósság arányának a csökkenését, amit láttunk, hogyha egyébként a lakossági állampapírok nem kínáltak volna feltétlenül ilyen magas többlethozamot. Ami valójában most zajlik, az az, hogy lesz valószínűleg egy kiszámíthatóbb finanszírozási struktúra, mert a hazai lakosság az mindig valamennyi nagyobb stabilitást jelent, mint a külföldi befektetők.
Ettől függetlenül lesz egy kisebb devizaadósság, ami szerintem egy teljesen jó irány, és nagyon örvendetes, hogy egyébként Magyarország ennyire tudta csökkenteni a devizaadósságát. Viszont ennek van egy árnyoldala is, hogy szerintem megnő a tulajdonképpen valamennyire a változó kamatozású állampapírok aránya, illetve a változó kamatozású résznek adósság, aránya a teljes adósságon belül. Ez a MÁ plusz ugyan fix kamatozású, de azáltal, hogy ezt vissza lehet bármikor adni, ez azt jelenti, hogy lényegében, amikor ez a kamat nem lesz elengedő esetlegesen a befektetőknek, akkor egy magasabb kamatozású konstrukciót kell kínálni a befektetőknek. Innen folytatjuk hamarosan. Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője, a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A rövid szünet után visszajövünk.